Sziasztok, srácok! A mai videóban megnézzük a Chronos Before the Ashes-t. És hát az a helyzet, hogy én erre a játékra úgy bukkantam rá, legalábbis én azt hittem, hogy úgy bukkantam rá, hogy előfizettem a PS Plus Premiumra, és ugye azt tartalmazza. De mint kiderült nekem, ki tudja mióta megvan Steamen is, úgyhogy PC-n fogom játszani, már csak azért is, mert a PS5 a PS4-es verziót tölti le, ami 30 FPS-sel fut, míg PC-n megvan a 60. Na de, rögtön az első dolog, ami így szemet szúrt és nem igazán nyerte el a tetszésemet, az az pedig a felbontás, ugyanis Full HD, és mint tudjátok, én 2560x1440-ben szoktam játszani, meg videót rögzíteni, meg feltölteni is. Most én ezt is szépen átállítom, leokézom, és láthatólag nem történt semmi, azért mert igazából semmi nem történt. Na mindegy, szóval nézzük meg a játékot, indítunk egy újat, leányzó karakter lesz, és ki tudjuk választani, hogy milyen fegyverrel menjünk, hát kard vagy fejsze, kard lesz, és a nehézségi szint pedig, hát tekintve, hogy souls elemeket tartalmaz, én legszívesebben ugye a nehézre raknám, de mivel most látom majd lényegében először a játékot, mert kb. Az első 5-10 percét néztem meg konzolon, én azt mondom, legyen normál. Na nézzük, hogy mit tud ez a játék. Annyit még egyébként ránéztem, hogy beírtam YouTube, Chronos, full game, és valami alig 4 óra alatt végig lehet játszani. Tehát nem valami hosszú game. Listen all. Listen well. Tonight I speak to you the tale. De erre majd mindjárt még visszatérek. Long past, world was different. Towers of metal and stone scraped the sky. People roamed free, never hid, never feared. Thousands of us, tens of thousands, not like our tiny tribes. Then came the beasts. Fú, ez a szó, sose tudtam kimondani. Beasts. Hunted us, drove us into the cracks and crevices. Came the beasts on orders, directed by the will of one. The dragon. Was him scoured our world. Scours it still from where he hides. You're our bravest, young one. Smartest. Best. Once a year, in the darkest of the rusted places, the great stone wakes, opens the way to the other world. When it does, you will go through. You will find the dragon. Mm-hmm. And you will kill it. Kiss. Get thrown back out for the deed is done. Csak egy sárkányt kell megölni. Hát, mi az nekem? Elderingeztünk eleget. Grow stronger, wiser, till the stone wakes again. And you keep going back. To your last breath, you keep going back. Till the dragon dies. Or you do. Jó van. Szóval én úgy érzem, hogy ennek a játéknak kell a 60 FPS. Na, mivel futunk? B-vel, oké.
Szóval a játék hosszával kapcsolatban még annyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen az infót, rájöttem magamtól is. Szóval a játék hosszával kapcsolatban még annyit, hogy hihetetlen, hogy a fejlesztők mennyire nem képesek belőni egy optimális játékhoz. Tehát olyan 3,5-4 óra, vagy 80 óra, vagy túl kevés a játék, vagy túl hosszú. Itt van egy kapcsoló, nyissuk ki. Ez a túl rövid kategória. Most nyilván nem akarom összehasonlítani egy Elden Ringgel, de az meg túl hosszú volt. Szerintem. Jó, a játéknak az artstyle-ja egyébként nekem rohadtul tetszik, és talán a... Mi az Isten az, amire így picit hasonlít? Az a lövöldözős játék, mi volt az? Remnant. Talán egy picikét a Remnantra emlékezteti így az artstyle, meg így ez a atmoszféra. A Remnantot is egyébként végig kéne tolni a csatornán. De az a baj, hogy én azt már így szólóban, privátban én végig toltam. Tehát abból már nem lehet first play csinálni, mert azt én már megcsináltam. Na jól van, szóval itt van egy ilyen, nem tudom mi, meg egy ámítógép. Vízálló, ahogy látszik. Üss meg egy gombot a folytatáshoz. Most majdnem rábasztam a billentyűzetre. Hozzáférés megtagadva. Hát kösz szépen, akkor menjünk tovább. Halló? Itt ezzel lehet valamit csinálni, nem? És ezzel sem. Jó, úgy látszik, hogy itt nincsen semmi. És egyébként ez is tökre tetszik, hogy így a karakter elrakja a kardot és megnyomja a lift gombot, nem pedig csak odaállok elé, és így a semmiből megtörténik az interakció. Alien Isolation. Ezek fel fognak kelni, mi? Mert így nem lehet átlépni rajtuk. Ott valami világít. Ez egy kicsi kulcs. Halló? Azt hittem üdítő automata. Itt is van egy ámítógép. Ez már nem vízálló, mert ezt be kellett hozni. Use item. Le van zárva. De hogyha megnyomom az inventory-t, akkor előjön a kulcs, és hogyha így használom, akkor elővesszük a hátizsákból. Na. Fú, hallod, milyen gaming számítógép ez. Boot menü. Erre hibát dob ki. Jelentések? Úristen. Jó, én ennyi jelentést most nem akarok elolvasni. Base control. Ó, a lezárás ki lehet kapcsolni. Ki is kapcsoltuk, nagyon jó. Mi van még itt? Erre is hibát ír ki. Jó. Na, szóval megszüntettük ezt a lockdown-t, úgyhogy elvileg így tovább tudunk menni. Jó. Hát nézzünk el először erre. Oh, hello! Lehet mindjárt megküzdünk, ugye? Van két aranyos fejszéje, adjad ide nekem. Hát, úgy látszik, hogy itt nincsen semmi. Na, menjünk be hozzá. Vagy ne.
Ó, ide meg kell kártya. És nincsen nálunk. Jó, keressük meg azt a kártyát. Mondom én, hogy Remnant, abban voltak ilyen kavicsok. Ó. Meg össze kéne kötögetni a cuccokat, de ide sincsen semmim. Jó. Akkor most. Igen, egyébként fogy a stamina. Úgyhogy arra oda kell figyelni. Akkor most kéne visszamenni a vízálló számítógéphez. Megnézni, hogy most már működik-e. Nézzük meg. Nézzük meg. Most úgy néz ki, hogy működik, vagy előbb is világítottak ott azok a kijelzők. Útmenü, igen. Aha, ez az előbb nem volt. Oké. Működik a kavics. Meg kell érinteni. Ó, gyors utazási lehetőség, de csak ide tudunk menni. Menjünk. Mondom, egy az egyben Remnant ez a kő. De ezt még szerintem el fogom mondani egy jó párszor. Jó, tökre tetszik egyébként, hogy elrakja a fegyvereket, animációja van, de a játékmenetet elég szépen lelassítja. RB-vel támadunk, az RT a heavy attack, és lehet charge-olni. Jó. Oh, hello. Az anyádat. Jó, ennyit a no hit run-ról. Érdekes egyébként a stamina management a játékban, mert a futás a staminába kerül, viszont a dodge meg a támadás az nem. Remnantban volt ilyen. Ez mi? Teljesítmény. Is this safe? Nem tudom, majd kiderül. Ó, oh, ezzel töltünk életet. Oké, okay, ezeket szét tudom törni amúgy. Masterpiece. Akkor jöjjünk el ide föl. Csokolom, szia. Blokk, köszi. Meg lehet perizni is. Oké. Okay. A perri az működött. Anyád milyen nagy bunkós botja van, gyere csak ide. Ja, az nem is bunkós bot. Ha fejezd már be, normális vagy. Hülye. Ú, ott van egy ajtó. Menjünk vissza. Hát ezt tudom, hogy elkezd lövöldözni, mint egy shotgunnal, akkor oda rohanok, azt lecsapkodom, hogy ne tegye meg. Erre. Ezt el lehet olvasni. Feltételezem, ezt sem tudom széttörni, de itt van egy létra. Jó, gyök kettővel megy fel, nem tetszik.
Jó, ez a másik oldalról nyílik akkor. Ja, hogy ez így működik. Tehát oda megyek, interaktolok a létrával, és magától felmegy rajta, illetve le. Tehát nincs az, hogy én fél úton mondjuk megállok. Értem. Hát jó. Tehát akkor kiderítettük, hogy nem erre kell menni, hanem akkor igazából erre. Így. Az csak fal. Jó. Ott semmi nincsen. Szétnézünk. Ki tudja, hogy miket találunk. Ezt nyisd ki. Lokon. Tényleg? Nem mondod. Jó, a blokkolás az vesz a staminából. Viszont ha jól láttam, akkor fizikai védelem az olyankor 100%. Nem sérülünk egy picit sem. Azt mondjuk úgy nem olyan rossz. Tehát ebből a kis fapajsból ki nem nézni az ember. Anyádat ijeszgeted a sötétben. Aha, level up van. Jó. Lehet rakni Strength-re, Agility-re, Arcane-ra, meg Vitality-re. És kaptunk 2 pontot, és 18 éves a karakter. Sifu! Te vagy az? Öregedni fogunk? Jó, mire menjünk rá? Ez így 47 damage-re megy. Jó. Ez így 51. Ez meg élet. Na most. Ami engem érdekel, elsősorban, hogy a fegyverünk miben skáláz. Agility-ből. Jó, tehát akkor mindenféleképpen arra kell majd pakolnunk. Ezzel lehet upgrade-elni a fegyvereket? Na várjál. Tehát akkor arról volt szó, hogy ezt kell fejleszteni, hogy legyen damage. Jó. És akkor itt lehet upgrade-elni a fegyvert, de kell hozzá 3. Akkor fasznak írtad ki, hogy tudom fejleszteni. Na, bocsánat. Jó, akkor még 2 ilyen kavicsot keresnünk kell. Hát gondolom azon nem menjünk el. Nézzük. Egy. Aha. Érezhetően erősebb a karakter, mert most már 3 vágásba halt bele az enemy, nem 4-be. Mekkora luft volt. Hogy elütöttem a feje felett? Jó, akkor ez lesz az az ajtó, amit az előbb nem tudtam kinyitni. És figyeld! A legtöbb ilyen játékban, amikor a másik oldalról nyílik az ajtó, tökre olyan az ajtónak a textúrája, hogy egyébként simán át lehetne nyúlni a rácson, és a pecket kihúzni, hogy ki tud nyitni igazából mind a két oldalról. Itt olyan textúrát kapod, hogy ne. Mert nézd csak! Nyomok egy interaktot, így, a... És így végig felmegy. Tehát nekem nem kell nyomnom semmit. Á, világít a szem a sötétben. Gyere csak ide. De mondjuk dobhattál volna valami fejlesztő anyagot. Értékeltem volna. Azt húzzuk meg. És akkor gondolom ezzel elzárom a tüzet lent. Gondolom. Akkor legalább lefelé csúszna a létrán, hogy gyorsabb legyen, de nem. Egyébként eddig nem tűnik rossznak a játék. Nekem tetszik, csak még egyelőre olyan lassú. Aha!
Hallottam ám, hogy itt vagy. Olyan picit több élete volt. Ó, még egy kavics, nagyon jó, akkor még egyet találnunk kell. Akkor tudjuk fejleszteni a kardot. Törj szét! Jó, akkor ne. Jó, szia! Nem üt meg! Gyere nyugodtan. Én itt sem vagyok. Hallod? V-ház! Mi van? Hallod? Fejezd már! Be. Láttátok? Itt álltam a sarokba, és végig engem nézett a falon keresztül. Csaló. Még egy szintlépés. Király. Hát akkor ezt tudjátok, mit jelent. Még damage. Arra azért kíváncsi leszek, mert nyilván nem véletlenül van ideírva, hogy hány éves a karakterünk, hogy mi lesz a kiváltó ok, hogy majd öregszünk. Ha elhalálozunk, vagy ahogy haladunk előre a sztoriban. Szóval lehet valamivel kombinálni. Lehet kombinálni a dolgokat? Mivel? Hát ezt a kettőt összekombinálom, nem történt semmi. És hogyha ezzel kombinálom, se történt semmi. Jó, lehet akkor majd így kombinálgatni a tárgyakat, mint a Resident Evilben. Csak jó lenne tudni, hogy mit mivel lehet majd kombinálni. Ennél pahos van. Ezt parizni kéne. Jó, nem sikerült. Aha! Hihető volt-e? Akkor heavy attackozunk. Gyere te is. Azt a puskás puskát egyelőre nem akarom bántani. Valahol kopácsolnak. Nem lősz! Na, erről van szó. Valahol nagyon kopácsolnak. Le lehet menni? Bányába? Menjünk le. Hát, ha beomlik mögöttünk. Ezt ki tudom nyitni? Nem. És ezt? Sem. Te ugye nem kelsz? Alacsony életerő, tudom. Látom én is. Be is szartam, hogy meghalok. Hát most az a kérdés, hogy erre kell-e jönni? Jó, hát mentés az volt, meg itt van egy létra. Elég tápos volt az a csontváz sárkányszerű izé. De szerintem lent még volt valami útvonal, úgyhogy lehet, hogy vissza kéne igazából menni. Az anyádat. Jó. Gyere, koma. Jó. Pajzsosokkal ellen kéne kitalálni, hogy... mit kell csinálni. Ez úgy egész jól működött. Jó, szintlépés. Még damage. Egy. Egyébként tök fasz, hogy így kettesével adja a pontokat. Jó, menjünk le.
Hát ez egy irányú. Bárhová jöttem, nem megyünk vissza. Viszont én itt láttam, hogy van egy ilyen tekerentyű. Gondolom, ki fogja nyitni ezt a nagy kaput. Nekem kell tekerni, vagy magától megy? Merre? Ja, nyomnom kell az A-t hosszan. Nem, nyomogatnom kell az A-t. Érdekes, hogy ezt nekem kell nyomni, de a létrám meg megy magától. Azaz, peckelt ki. Majd visszazáródjon. Oké. Tudom, hogy hol vagyunk. Itt rohangáltunk az előbb. Itt volt az első pajzsos Jóska. Na, hát akkor tettünk egy kört. Akkor ez az ajtó, ez nyílik? Igen. Csokolom! Maga tetszik lenni a kovács? I'm not of your kind, stranger. Not your enemy. Dark days these are. Not the best of times to wander so far from one's homeland. Ha befejezi a dumát, el kell nyomnom ugyanúgy, jó? Azért jöttem, megöljem a sárkányt. Now the Cyclops just sits and broods. Too long a tale to tell. Suffice to say, the Cyclops wanted to marry the king, but instead, thanks to the king, the daughter died. Listen here, Paleskin. Those blasphemous priests took my most, but the vile, cursed golem they created is too powerful for me to challenge. A weapon I would give to you. Tis as I feared. Kösz. Köszönöm, ese délután, én azt hittem, hogy majd itt kovácsolsz nekem valamit. Nem, ennyi, nem mond többet. Jó, de akkor merre tovább? Vagy lent itt valamit nem láttam? Még az is könnyen lehet, hogy valami mellett elmentem. Az is lehet, hogy valami mellett elmentem. Széttörhetős fal! Ez mi ez? Ja, csak egy gyertya. Azt hittem, hogy valami tárgy, amit fel lehet venni. Oké, megvan. Erre nem mentünk még el. Na jó, hogy körbejöttem. Picikét lomhal játék amúgy. Remélem itt bemegyek és boss harc. Az mi az? Ezt nekem meg kell nyomni, vagy ez csak simán gyors utazás? Igen, tehát hogyha meghalok, akkor itt fogok újra éledni, ez tiszta sor. És mindenféleképpen meg kell érinteni, mert aktiválni kell őket, és gyors utazásként is szolgálnak, jó? Viszont ha jól látom, a hílemet nem tölti vissza. Miért nem?
Azt mivel töltöm vissza? Ez nyilván a kulcsos is lesz, meg lehet a másik oldalról is nyílik. Miért nem töltötte vissza a hílemet? Az egy ilyen mini boss aréna. Elkapott a fa. Long have I lurked here, little warrior, hidden from the dragon's gaze. Yet I know your past, your present, your future. Just as I know the force of the world stone lingering about you. You have come to defeat the dragon, an ambitious quest. Given the overwhelming power he possesses, a quest you cannot achieve unaided. Tegyél le! Ki ne tépd a kezemet, hülye vagy? Adott valami powert, mi? It burns. Do not resist the tendrils as they live and writhe beneath your skin. I have given you the first dragon stone, the stone of fire, a shard of the dragon's soul, stolen and turned against him. Take the stone's power, draw its strength inside you, and use it in your struggle. And struggle you shall. Three guardians protect the dragon. Three fearsome warriors, all of them able to tear your flesh and grind your bones. The only way to the dragon is through them. When you have destroyed them, when their bodies and souls have been vanquished, only then can you face him. Only then. Can you look the dragon in the eye and tremble before his vast, awe-inspiring might? Go now. Go with my blessing and my watchful eye upon you. Az itt meg kell majd ölni a fát. Nem megégette a kezem, vagy mit csinált ez vele amúgy? Letakard, mert nem a seggét nézem, hanem a kezét. Vagy ilyen fa bevonatos lett inkább? Inkább ilyen fa bevonatos lett a kezünk. Jó, és akkor ez nekem miért jó? Azt mondta, hogy strength. Dragonstones. Tehát, hogyha charge-olom a heavy attack-ot, felgyúlod a kard, illetve sikeres parry után is felgyúlod a kard, és akkor fasza lesz. Meg különböző más támadásoknál is, tehát hogyha így kideselek valamit, stb. De kapta! Úristen! Jó, kösz fa! Ez tetszett nekem. Hová megyünk? Most kéne egy boss is amúgy. Checkpoint.
Ja, az már ott látom, hogy sarkát, oda sem megyek hozzá. Figyeld már, milyen fegyvere van! Hallod? Lenne, nem vé... Kivédett mindent. Ohohoho, köszönöm! Szóval... Upgrade. 45-ről felmegy 50-re. Igen. First of many. Kösz. Jaj. Ne! Ezt fogod hagyni nekem? Hopp! Ki ne talált, hogy beférsz azon a kis lyukon, mert agyvérzést kapok. Hello! Na, megcsapdosom, ha már elszorult. Arról nem volt szó, hogy egy hitel. Anyádat lögdösöd föl még, te! Aha, hogyha meghalunk, akkor egy évvel öregedünk. Oké. Okay. Tehát most már 19 évesek vagyunk. Nagyon jó, egy kicsit olyan, mint a Sifu. Viszont a heal poti az csak akkor töltődik vissza, hogyha meghalok. Békén hagysz. Jó, akkor az a nagy jóskával nem küzdünk meg. Ő neki a támadásai nagyon fájnak. Az valami varázsló lesz. Te hülye vagy? Fejezd már be! De gyere csak! Ez az. Nem dobott semmit. Ez ajtóhoznak gondolom kulcs kell. Ja. De zavar, hogy itt dübörög a fejem fölött ez a köcsög. Jó, az észrevett. Jött még egy. Még egy szintlépés, nagyon jó. Dragonstone. XL. Mindjárt kipróbáljuk. Hát én nyomom.
nem igazán figyelgettem a tutoriál szöveget, hogy mire is jó az a cucc. De hogyha tippelnem kéne... Ó, itt van még egy heal. Ilyeneket kell keresnünk. Most körbe tudom forgatni, nagyon jó. Tehát, hogyha feltölt a Dragonstone, akkor szerintem egy healt vissza tudok tölteni. Ezt majd ki fogom deríteni. De jobban, figyelmesebben el kéne olvasni a oktató jellegű üzeneteket. Hát ez egy izé. Ez egy vascső. Már látom egyébként, hogy mi célt fog szolgálni. Hát az csodálatos volt. Figyelj már! Szintlépés. Jó. Adjál nekem életet is most már. Tökéletes. Tehát az a vascső az valami ilyesmi ajtóhoz fog szerintem kelleni. Amiről le van törve a fogantyú. Szerintem. Itt valami világít. Ó, ezzel kell majd összekombinálni. Figyelj csak. Hol van? Ezt összekombináljuk. Ezzel. És lett egy kurblink. Ami szerintem ide fog kelleni. Bizony. Ki ne talált, hogy ide jössz. Rohadjál el. Igen, ott fent voltam már az előbb. Van mentés. De megint valami tárgy fog kelleni, ami nincsen nálam. Na szóval, hogyha most hílelek, fölösleges, és megnyomom az X-et. Nem az történt, amire gondoltam. Szerintem így nagyobb a power. Meg a kartunk is lángolt. Tehát most így tök fölöslegesen elnyomogattam ezeket a dolgokat. Na szóval, akkor elvileg ez az ajtó, most, hogy nyitva van, erre tovább tudunk menni. Matrix, basszeg! Matrix, hova jöttem? Mi ez? Ó, basszeg, most ez komoly. Jó, van a shortcutunk. Ez hasznos. Tehát nekem kell majd a szimbólumokkal kirakosgatnom, úgymond a rúnákat. Hogy... hova szeretnék utazni. Ez csodálatos lesz. Direkt nem támad. Na. Pedig perizni akartam. Na, még egy fejlesztő kavics, az nagyon jó. Most találjuk már ki, hogy merre kell menni.
Hát ide is kell valami item, ami szintén nincsen nálam. Hogy én ezt a fajta ellenfelet mennyire nem szeretem. Megpróbálom elcsalni a haverjától. Pont ezért nem szerettem, mert ő ezt csinálja. Hallod, de... Nyádat már. Nem bírom megütni. Az anyádat már szórakozol itt velem. Faszom. Még egy fejlesztő kavics. Vedd már fel. Mennyi kell a következőhöz amúgy? 5, úristen. Te nem vagy ellenfél számomra. Ott valami világít. Ó! Oh, azt meg kéne jegyezni, mi? Nyíl zé, meg egy ilyen... Zé. Itt is van valami. Hoppá, ez így már 3. De lent alatta. Az. Azt én kérem, ám. Ezt hogy nyitom ki? Hogy veszem ki onnan az itemet? Víz. Ó, oké, ezt tudom, hogy hova fog kelleni. Ez szintén kulcs kell, és nincs kulcsom, mi? Hát nincs. Ez egy cuccom van. De ez nem kulcs. Hol volt? Igen. Tehát volt valami... Jaj, onnan még hiányzik is. Az a nyíl. Ez a hülye Z, meg... Ez a szimbólum volt. De most nem oda megyünk. Nem fogadta el. Nem tudom egyébként, hogy hová megyek. Ott volt egy patkony. Azt hittem, hogy ott van valami tárgy. Hát lehet, hogy itt nem kéne leesni. Ott lesz egy item. Azt valahogy fel kéne emelni ide. És akkor el tudnénk menni azért a tárgyért is, meg el tudnénk menni abba az irányba. Ezt hogy emelem föl? Lehet, hogy a... Az a tárgyal, ami nálam van? Jó, az mind szép és jó, hogy... Ott van az a tárgy a táskámba. Csak már rohadtul nem emlékszem, hogy hova kellett. Itt volt a cső.
Erre az fent volt, nem? Vagy rohadtul rossz felé keresem. Ez visszafelvisz minket ahhoz a nagy melákhoz, akivel én nem akarok találkozni. Jó. Haj, de kár, hogy nem jegyeztem meg, hogy hol van. Ilyen... Itt van lent. Ide kell. És akkor most folyik a víz. Igen. Gyorsabban is folyhatna mondjuk. És hogyha ez így ide folyik, akkor itt valami történni fog. Sose tudjuk meg, hogy mi történik. Meg én meg akartam tudni. A Tomb Raiderekben is ezt utáltam a legjobban, amikor valamit csinálsz, és nem mutatja meg a játék, hogy amit csináltál, hogy az mit okozott. Szórakozol velem, visszajöttem ugyanide. Erről viszont még nem mentem el. Vagy nem rémlik. Egyből mentem a tükörbe. Ja, de voltam erre. Jó, megvan. Itt volt a csontváz. És a víz feltöltötte itt ezt a medret. És feljött a híd. Oké. Okay. De most ez meg bezárult. Mert ez eddig az... Tehát amikor én itt voltam az előbb, az nyitva volt. Semmi. Ó, tudom, oké. Okay. Jó, volt egy szoba, aminek a közepén volt egy ilyen állvány. Oda kéne most visszamenni. Hol volt? Hol volt az? Erre volt? Innen vettük el az izét, a... slágot. Akkor ide is, ez is majd ki fog nyílni valahogy. Csak még nem tudom, hogy hogy. És ide fog kelleni ez a cucc. Igen. És hogyha ezt elveszem, minden bezárul.
Tehát, hogyha ott a hídnál én visszaraknám a helyére a követ, akkor kinyílna az ajtó. Picsába. Érdekel, hogy mi van mögötte. Ha más nem arra jó, hogy fel van töltve a Dragonstone, hogy világít a kezem is, látok a sötétben valamit. Jó. Tehát, hogyha én ide visszarakom ezt a szart, akkor az ajtó az kinyílik, ugye? Igen. Nézzük már meg, hogy mi van mögötte. Baj! Ne találd, hogy megölsz. Hú, ez a szintlépés, ez nagyon jókor jött most. Visszafeltöltötte az életemet. You can't touch this. Ez egy fegyver, bázzeg. Hát lehet, hogy ezt kéne inkább upgrade-elni a kart helyett? Jó, arra nem megyünk el. Picit lassabb. Az tény. De viszont akkor elsúhint be ezek, hogy nekem fáj. Hát már most így, hogy nullás a fegyver, kétszer nagyobbat üt, mint a kart. Jön a heavy-je. Én vagyok a kibaszott tor. Még jó, hogy visszamentünk egyébként. Jó, először leszeretném tesztelni a fegyvert, hogy hogy működik meg, milyen, hogyha ellenfelet csapdosok vele, mielőtt elkezdeném fejleszgetni. Az anyádat. Én itt elbújok, hogy ne lássál, jó? Pedig előbb vagy utóbb meg kell küzdeni vele. Szia! Azaz, csapdosd a fejed, hülye! Azt a kurva! Megfejelt! Hülye vagy? Ki ne találd! Ki ne találd! Hülye vagy? Beomlott, nem bírtam visszamenni. A sérült a karakterünk, azért megy így? Igen. Oké. Jó.
Szóval hogy teszel? Hagyjál már, hülye vagy. Ez nagyon paraz az ellenfél. Jó, azt elviszem magammal, mert nem tudom, hogy kell-e. Esetleg valahova máshova. Viszont ez a fegyver meg a strength-ből fog skálázni. Ugye? Igen. Francba. Maradunk egyelőre a kartnál. Elkezdtem húzni az agility-t. Melyikből hiányzott ebből? Ezt rakd be oda. Jó, és akkor mi volt egy ilyen lefelé nyíl, egy ilyen hülyezé, meg ez. És ez most engem hová fog elvinni? Fél pillanat. Jó. Lassan mennem kell itthonról. 15-20 perc, úgyhogy annyi időm van. Ketten vannak. Mondjuk nem mozognak valami gyorsan. Gondolom, ha megütnek az éj, azt megérzem. Hajaj. Jó, szintlépés, HP-t kaptam, ez az. Egyébként kurva nagy könyves polcon rohang. Állj! Könyves polc. Ezt vágjuk el. Vagy másszunk le rajta, az is egy megoldás. A könyves polc. Most fogjuk felvenni azt az itemet, amivel az előbb szemeztem. Hogy vajon hogy kell felvenni. Ott lesz valahol. Összezsugorított minket az a portál. És ezt én innen hogy fogom elvinni, hogy ilyen pici vagyok? Egyszerű, ki fogom odad lökni. Oké, kilöktük innen a polcról, és akkor most kell azt csinálni, hogy visszamenni és a földről felvenni. Ez valamit kidobott. Fordulj már meg, légy szíves. Milyen ötletes, baszki! Ez tetszik!
Ez zsír király. És akkor ez a játék kapott vegyes értékelés Steamen? Hát kurva jó, hagyjad már. Mert itt vannak ezek a szimbólumok, ezzel jöttem át ide. És akkor most újra normál méretűek vagyunk, és meg kéne keresni azt a könyves polcot, ahol most voltunk. Az valahol itt van, nem? Ott. Ő rohangált az előbb, föl alá. Most egy picit kisebb. Nem igaz, én vagyok nagyobb. Na. Szóval. Itt ez a tárgy. Nagyon jó, és akkor fegyvert is tudjuk upgrade-elni. Jó. Most azt kéne igazából kitalálni, hogy ez a tárgy, amit most felvettünk, ez hová kell. De az a helyzet, hogy... Mivel nekem el kell mennem itthonról... Várjál? Ilyen ajtókat ez nem nyit? Mint például ezt. De hogy nem nyitja. Meg itt egy hálószoba. Meg itt van még egy szimbólum a cucchoz. Meg egy medál. Na, erről van szó. Akkor osszunk el pontot. Még damage. Azaz. Csak a sebzés. Nem kell HP, hogyha nem ütnek meg. Na jó van, esti mese most nem érdekel minket. Ezeket is, hogy majd mivel lehet, meg kell kombinálni. És azon gondolkodom, hogy volt-e még olyan ajtó, ami zárva volt, és most már esetleg nálam van a kulcs. De, először is. Hol volt? Nem itt. Nem ebben volt. Valamelyikből hiányzott. Jó, ez mind szép és jó, csak most már tudni kéne a továbbvezető irányt. Na jól van. Ezt nem mindegy, melyik oldalról nyomom meg. Ezek szerint nem. Na szóval, én azt terveztem, hogy ennek a videónak itt és most vége, de aztán gondoltam egyet, és úgy döntöttem, hogy legyen már benne egy boss harc, és úgyhogy elmegyünk az első bosshoz, és megpróbáljuk megölni. És az elméletem az beigazolódott, ugyanis mindjárt erre kitérek, de előtte a boss aréna bejárata fölött van egy rúna kombináció, azt most szépen kirakjuk, ami nem más, mint ez az A, egy érdekes V, meg amit a hálószobában találtunk, rúnakő, ez a elfordított pöttyös U betű. Na, tehát elvileg most bemegyünk az első bosshoz, és az azért mondtam, hogy az elméletem beigazolódott, ugyanis az első boss az a nagy melák. Na most, hogyha én bemegyek hozzá így, én is nagy melák vagyok.
Na gyere! Ez jó pofán rúgott. Is ölt. Jó, hát akkor öregettünk egy évet. Megint. Akkor így most már 20 évesek vagyunk. De első nekifutása nem volt ez rossz. Aha. Adjad ide. Tehát azzal, hogy öregszünk, erősödik a karakter is. Oké. Minden tizedik évnél. Hát a látási viszonyok nem valami jó. Lassú a híl, ezt már el is felejtettem, úristen! De egyébként olyan, mintha a karakter is lomhább lenne most így, hogy megnőttünk. Kösz, hogy pofán vágsz. Második trány. Yes, yes. The Cyclops has fallen. Never did my faith in you waver, little warrior. The dragon's protectors shall crumble beneath your might. Long worshipped as demigods, the dragon's acolytes have kept him safe for untold ages. But you, you are the instrument of his destruction. You shall tumble him from his throne of power. Az recs. The Krell, the Pan. They spoke of his guardians the way explorers
speak of impassable mountains, as if they were forces of nature, insurmountable, lethal. But you have proven them wrong. Go, little warrior. Continue your quest, and know that I will be watching. Jó, figyeljél! Azt mondja, hogy folytasd a küldetésed. Akkor most újra normál méretű vagyok. Jó lenne tudni, hogy hol van a küldetésem. Meg merre. Jaj, te már így meghalsz ennyiből. Menjek oda föl. Mi van ott fent? Nézzük már meg. Ah, így jutottunk ide vissza. Jó. Na, hát akkor ennek a videónak most van itt és most vége. Picikét így összeollózom, és akkor jó lesz. Jó. Na, hát akkor srácok, ez így most elvileg elmentette a játékot, úgyhogy ennyi lett volna a Kronosz. Nekem igazából eléggé bejön a játék, csak nem tudom eldönteni, hogy legyen-e belőle végigjátszás vagy sem. Az a helyzet, hogy haladnom kéne a Tomb Raiderrel, mert abból kim van a 8. rész, és ennyi van felvéve, tehát azt is be kéne fejezni. Aztán gondolkodom rajta, hogy valamikor a közeljövőben el kéne indítani az új Souls karaktert, meg hát Atinak beígértem egy játékot, amivel már baszogat egy jó ideje, egész pontosan 2 éve. Úgyhogy abba is bele kéne kezdeni. Meg ugye a Dante's Inferno elején mondtam, hogy szereztem be más játékot is PS3-ra. Azokba is bele kéne kezdeni, meg egy picit át kéne nyálazni a PS Plus-t. Mert hogyha nem nyálazom át a PS Plus-t, akkor ez a videó sem jön át. Vagy nem jön létre igazából, mert ugye ott láttam, hogy van ez a játék. Csak mondom, én elfelejtettem, hogy nekem ez már megvan. De egyébként kurva jó, nekem tetszik. A játékmenet egy picikét lomha, meg a heal rendszer nem igazán tetszik, bár mondjuk, ha nem üttek meg, nem kell healelni. De amúgy nem rossz. Meg mondom, maga az art style is bejön, hogy ilyen kicsit ilyen rajzoltabb, mesésebb, nem tudom, tehát nem tudom mihez hasonlítani. Ilyen picit ilyen letisztult, kis minimál, de nekem bejön. Úgyhogy nem feltétlenül értem, hogy miért vegyes az értékelés a Steamen. Lehet, hogy el kéne olvasnom a véleményeket, de valószínűleg, hogy így a negatív értékelésekkel nem feltétlenül fogok egyet érteni. Mert én egyelőre, most mennyit játszottam vele jó egy óra hosszát, én sok rosszat nem tudok elmondani róla. A sajnálom egyelőre, hogy boss harcba nem szaladtunk bele, bár mondjuk az a nagy izé, az biztos, hogy boss lesz. Kivéve, hogyha átmegyünk egy olyan tükrön, amitől nagyobbak leszünk, és akkor egy sima mob lesz belőle. És akkor úgy meg tudjuk ölni. És akkor visszajövünk a normál világba, és akkor ő már nem lesz ott, és akkor ott abban az arénában tovább tudunk majd menni. Ezt még el tudom képzelni. Na jó, srácok, akkor ennyi lett volna. Én köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!